Most, hogy meglátott, ilyenkor még kidumálja magát, ez egy 2 perc. Szekszárd megyei jogúváros önkormányzata folytatja a vetési varjak lakótelepre költözésének megelőzését. Az erre a feladatra megbízott szakember a Toldi és a Bajcsi-Zsilinszki utcában, illetve a Kölcsei és a Vosinszki lakótelepen dolgozik. Kétféleképpen tevődik össze, egy statikus és egy dinamikus védekezésről beszélhetünk. A ragadozó madár aktív jelenléte a varjakban megszünteti a természetes biztonsági érzetet, és ezzel ösztönzi őket, hogy keressenek egy másik helyet, ahol már zavarás nélkül tudják folytatni a fészkelést. A Solymász hangsúlyozta, a vetési varjak védett állatok, így fontos, hogy bennük ne keletkezzen kár a zavarásuknál. Én többféle ragadozó madárral végzem ezt a tevékenységet, statikusan általában solymokat szoktam magammal hozni, akik itt nem repülnek, de a jelenlétük már félelmet kelthet a varjakban, illetve vannak úgynevezett amerikai héjafélék, Harris héják, akikkel viszont dinamikusan is tudunk végezni ilyen tevékenységet. Le kell szögezni, hogy az én madaraim érdektelenek a varjakra nézve, viszont ezt a varjak nem tudják, bennük félelmet kelt a látványuk. A ragadozó madár és a solymász között folyamatos kontakt áll fent, az állat követi a szakembert és hívásra visszaérkezik hozzá. Dióhéjban ez egy bizalmon alapuló vadásztársi kapcsolat a ragadozó madár és a solymász között, ez a mindennapi aktív foglalkozásnak a eredménye. A vetési varjak fizikai és zajszennyezéssel is zavarják a lakóközösséget. Mert a parkírozóban nagyon összepiszkítják a gépkocsikat, és nagyon nehéz lepucolni. Úgyhogy nagyon jónak tartom, hogy a város erről gondoskodott. A védekezés nagyjából április közepéig tart, egészen addig, amíg a varjak költése el nem kezdődik.